Közgyűlés nyári szünet előtti utolsó ülését tartja holnap a város képviselőtestülete. Bencz úr 75, egykori és mostani kis óvisokkal ünnepelte születésnapját a Kámoni óvoda. Megelőzés, szórólapokon hívták fel az autósok figyelmét a vasúti átjárók veszélyeire. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Közösségi közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések, a kórházzal szemben kialakított parkolók üzemeltetése, a védőnői ellátás állami kézbe kerülése és a piaci vásárlási utalvány újbóli bevezetése is szerepel a közgyűlés témái között. A képviselőtestület csütörtökön tartja nyári szünet előtti utolsó ülését. 13 napirendi pontot nyilvánosan kettőt zárt ajtók mögött tárgyalnak. A Blagus fejlesztési tervei között szerepel az Éhen Gyula téri információs pavilon külső-belső felújítása 49 millió forint értékben. A létesítményt a szolgáltatási szerződés lejártával ingyenesen átadják a városnak. A társaság 4 új buszt vásárolna 110 millió forintért, az egyik ezek közül elektromos meghajtású. Kérik továbbá az önkormányzattól a 66 millió forinttal magasabb üzemanyagköltség kompenzálását. A városnak összesen 85 millió forinttal kellene hozzájárulnia a közös közlekedést érintő kiadásokhoz. A Károly Róbert utca burkolat felújítása idején módosított útvonalon járnak majd a buszok várhatóan 90 napon keresztül. Döntenek az egészségügyi alapellátó mögött újonnan kialakított parkolók üzemeltetéséről. A 46 várakozó helyet sorompóval lezárják, azokat csak kórházi dolgozók használhatják. Az intézmény bérleti díjat fizet a Szovának, az önkormányzat pedig vállalja, hogy ezzel megegyező összeggel támogatja a kórházat. Július 1-től állami kézbe kerül a védőnői ellátás, a munkáltatói jogokat a Markusovszki kórház gyakorolja majd. A rendelőkben használt ingó és ingatlan vagyont a város ingyenes használatba kell, hogy adja az államnak. A változás 24 védőnői körzetet és 43 védőnőt érint Szombathelyen. Ismét bevezethetik a piaci vásárlási utalványt, ami a Covid idején már bevált, akkor több mint 1000-en kérték 30 millió forintot meghaladó értékben. Újbóli bevezetését július 1-től december 31-ig tervezik. Családonként legfeljebb 30 ezer forint igényelhető élelmiszerek és ruházati termékek vásárlására. A jogosultságot jövedelemhatárhoz kötnék. A piaci utalványra 36 millió forintot költene a város. Tájékoztató hangzik el a Brenner Villa ügyében lezárult bírósági perről és az ingatlanra vonatkozó építésügyi előírásokról. Többszöri halasztás és műszaki tartalom módosítás után úgy dönthet a közgyűlés, hogy nem valósítja meg a Gotthárd kastély állagmegóvását célzó projektet. A támogatási összeget visszafizetik. Magánberuházásban parkoló és út épül a volt szilveszternyomda területén, amit a tulajdonos átad az önkormányzatnak. Hasonlóképp a Sugár utca Markusovszki utca kereszteződésében épülő körforgalomhoz kapcsolódóan is létesül bekötőút és parkoló, ami szintén az önkormányzaté lesz. Hidrogén töltőállomás létesítését célzó pályázaton indulna a város, ehhez megvalósíthatósági tanulmány készül 5 millió forintért. Két üzlethelységet hirdet meg eladásra az önkormányzat. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéményseprő csoportja veheti ingyenes használatba a volt humán civilház épületét. Tájékoztató hangzik el az 1000 fa program lakosságot érintő részéről. Megvitatják továbbá a szombathelyi labdarúgás helyzetét. Zárt ülésen az idősek az idősekért díj kitüntetettjeiről határoznak, valamint a Szovával és a Falkó KC-val kapcsolatos döntést hoznak. A csütörtökön 9 órakor kezdődő közgyűlést élőben követhetik a Szombathelyi Televízió műsorán és Facebook oldalán. Bensőséges hangulatú műsorral ünnepelte 75 éves fennállását a Bencz úr Gyula utcai óvoda kedden. Az eseményen a város polgármestere is méltatta a nagy szakmai múlttal bíró intézményt, amely az országban harmadikként vezette be az integrált nevelést. Volt és jelenlegi óvodások, óvodavezetők, óvónők és városvezetők jelenlétében ünnepelte 75. születésnapját a Bencz úr óvoda. Az eseményen a polgármester az óvodai nevelés jelentőségét hangsúlyozta. Az itt felnövő gyerekek azt a tudást, szeretetet és mindezt, amit megkaptak, hány másik embernek adták tovább, akkor azt gondolom, hogy nem túlzás, hogy Szombathely életére óriási hatással van ez az óvoda, hogy
mondhatjuk azt, hogy nyomot hagyott a lelkében. Az OVI minden csoportja műsorral készült az alkalomra. A Napocska csoport népi gyermekjátékokat adott elő. Hozzáférus kis madárka, nem száll minden ágra, én sem fekszem mindenkor szép a plános ágyba. Ez a piros szalagos nagylány idén már iskolás lesz, kis testvére is ide jár majd. Nagyon-nagyon szeretjük ezt az óvodát, és nagyon bíztunk abban, hogy ő is jöhet, úgyhogy szerencsére ő is felvételt nyert. Kifejezetten azt gondolom, hogy nagyon fontos itt az egyéni bánásmód, amit tapasztaltunk. Külön odafigyelnek a gyerekekre, a személyiség fejlesztésükre. Alapvetően nagyon fontosnak tartom, hogy használnak drámapedagógiai elemeket is itt a napok során. Dráma csoportba is járt a kislányom. Az óvodát a latex gyári dolgozók gyermekei számára alapították 1948-ban. Akkor még a kapu előtt állva egy nevelő gyűjtötte össze a gyerekeket. Aztán egyre többen lettek a kis ovisok. 2020-ban bővítették az intézményt, új főbejárat épült. A madárbarát és biztonságos óvoda nem csak infrastruktúrájában, hanem működésében, eszmeiségében is korszerű, mondta el ünnepi beszédében az intézmény vezetője. A gyerekek beszédkészségének hatékony fejlesztése kiemelt jelentőségű. A 75 év alatt nagyon sokat változott az óvodai nevelés tartalma, módszere, de ami állandó volt itt a Bencúrban, az a feltétel nélküli szeretet, az egyéni fejlődési utak szakszerű támogatása és a szülőkkel közös nevelőpartneri viszony erősítése és támogatása. Az intézmény korábbi óvodavezetője Kovács Gáborné beszédében az intézmény múltjáról beszélt. Ő 42 évig dolgozott itt. Kiemelte, hogy az országban a Bencúr harmadikként kezdeményezte az integrációt, amit azóta is fontosnak tartanak. Az óvoda régebbi dolgozóit virággal köszöntötték. A kulturális műsorban nem csak jelenlegi óvodások, hanem korábbi bencúrosok is közreműködtek. Mások mellett Molnár Bence, aki már nemzetközi sikereket is elért néptáncban, vagy a kötélugrók, akik látványos bemutatóval rukkoltak elő. Az ünnepséget az itt dolgozó nevelők ütős műsora zárta. A vasúti átjárók veszélyeire hívja fel a figyelmet a Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Nap, amelyhez 7. éve csatlakozott a GYESEV. A rendőrséggel közösen Sopronban és Szombathelyen is egy-egy forgalmas átjárónál ellenőriztek, és szórólapokon hívták fel az autóvezetők figyelmét a kockázatokra, valamint a körültekintő közlekedés fontosságára. Halálos vasúti baleset történt 2022. januárjában Rátót közelében. A sofőr egy álló postaautót kikerülve a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott és ütközött az érkező vonattal. Az idős férfinak nem volt esélye a túlélésre. Tavaly ez az egy halálos baleset volt a GYESEV működési területén, idén szerencsére még egy sem. Az országban azonban számos helyen történt életeket is követelő tragédia az elmúlt időszakban. A vasúti átjárókat mindig fokozott figyelemmel kell megközelíteni, akkor is, ha fehéren villog a biztosító berendezés. Körül kell nézni minden esetben. Ugye vannak olyan átjárók, amelyek nem biztosítottak, ott még fokozottabb figyelemmel, illetve hát itt is a vasúti átjáró az tulajdonképpen a fehér fényével csak azt jelzi, hogy működőképes. Tehát még ennek ellenére is jöhetne vonat. Természetesen az a célunk, hogy ne jöjjön, és úgy van kiépítve a biztosító berendezés, hogy ez ne forduljon elő. Nagyon-nagyon ritka esetben, hogyha úgy meghibásodik, akkor előfordulhat. Tehát mindenképp fokozott figyelemmel közelítsük meg a vasúti átjárót. A Vasúttársaság 7. éve csatlakozott a Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Naphoz, melynek célja a balesetek számának csökkentése. Szombathelyen a Söptei úton osztottak szórólapot a tilos jelzésnél várakozó sofőröknek, ami felhívja a figyelmet a vasúti átjárók veszélyeire, a körültekintő közlekedés fontosságára, valamint az osztrák és magyar vasúti átjárók közötti eltérésekre. A balesetek több tíz évre visszamenőleg szinte minden esetben az autóvezetők figyelmetlensége miatt következtek be. Nagyobb odafigyeléssel, a közlekedési szabályok következetes betartásával elkerülhetők lennének a tragédiák. A mozdonyvezetőnek nagyon kevés lehetősége van, akkor, mikor már a vasúti átjáróba észreveszi, hogy valaki
a tiltójelzés ellenére is behajtott, akkor ő természetesen azonnal fékez. Van egy úgynevezett gyors fékezési funkció, ahol egy intenzíve fékezéssel tudja megállítani a vonatot, de a vonat sebességétől, tömegétől függően, ugye itt a fékút nem akkora, mint a közúton, jóval nagyobb, több száz méter, úgyhogy a vasúti átjárón akkor is át fog haladni a mozdonyvezető, hogyha valaki ott tartózkodik, akár gyalogosan, akár gépjárművel, úgyhogy figyeljünk erre. Tehát ahogy mondtuk, a jármű, vasúti jármű mindig erősebb. Volt idő, amikor a vasúti átjárókban sebességkorlátozás volt érvényben, ez ma már nincs így. A közúton is érvényes sebességgel lehet áthajtani rajtuk, ha a tábla nem rendelkezik másként. A Gyesev működési területén 259 átjáró található, ezek nagy része sorompóval vagy fényjelzőberendezéssel biztosított. Szombaton nyit a tófürdő. A szezonkezdés előtti karbantartási munkák most is folynak. Rendbe teszik a területet, a gépészeti berendezéseket, a 70 szivattyút és a villamos hálózatot is átnézik, valamint javítják a medencék burkolatát. Az esős idő nem kedvezett az előkészületeknek, így néhány feladat az utolsó pillanatra marad. Külső karbantartó cégek végzik az utolsó simításokat a tófürdőn. A 4 hektáros létesítményt a szombati nyitásra készítik elő. Mivel csak a nyári időszakban üzemel a fürdő, a karbantartás mindenre kiterjed. Gyakorlatilag nincs olyan része a létesítménynek, amit ne kéne ellenőrizni. Erre megvannak a szabályzatba rögzített előírások, megvannak a hatósági előírások, ezeknek is meg kell felelni. Aztán az egyéb berendezések, például csúszdák ellenőrzése, csúszdák tűvizsgálata, ezeknek erre való felkészítés, játszótér, a játékok javítása. Rendbe teszik a területet, ellenőrzik és javítják a medencék burkolatát, átnézik a gépészeti berendezéseket, a villamos hálózatot. Feltöltik az első segélynyújtó helyeket kötszerekkel és előkészítik a szükséges dokumentumokat is. Az esős idő viszont hátráltatja a munkálatokat. Az időjárás az, hát emlékeim szerint nem tudom, mikor volt utoljára ilyen, ennyi csapadék, tehát a kültéri munkákat, főleg itt a csempézést jelentős mértékben átrátotta, úgyhogy ezzel egy kicsit meg is vagyunk csúszva. Nem kis küzdelemmel, de sikerül elkészülnünk, én úgy gondolom, de eléggé csúcsra vagy áratva most a végén minden. Eső esetén a szombati nyitást elhalasztják, a jegyárak nem változnak. Kettős győzelemmel biztosította helyét a Haladás VSE labdarúgó együttese az NB3-ban. A Vas megyei első osztály bajnoka történelmet írt az Orosháza felett alatott sikerrel. Két szombathelyi csapat is pályázott az NB3-as tagságra a vasi első osztályú pontvadászatban. A Király Sport Egyesület egyetlen góllal maradt le a versenyfutásban, így a Haladás VSE a bajnoki címet követően az Orosházával került szembe az osztályozón. Az idegenben 2-1-re megnyert első találkozót követően a Rohonci úti sportkomplexumban mintegy 2000 néző előtt csaptak össze az együttesek. Gyors iram, de kevés helyzet jellemezte a mérkőzést. Az orosházi támadók hosszú indításokkal próbálták feltörni a vasi reteszt. A 22. percben Tarján Patrikot fejbe rúgták a büntető területen belül, amiért 11-est ítélt a játékvezető. Pap maga biztosan értékesítette a pontrúgást. Az Orosháza minden követ megmozgatott a fordításért, de a szombathelyi együttes hősiesen védekezett, így 1-0-ra nyert. Többet kellett volna tudnunk labdát birtokolni, nem ennyire magunkra húzni. Tudtuk, hogy miből fognak építkezni, gondolom kívülről is nagyon látszik, csak a hosszú indítások, kapu elébe ívelt labdák, hatalmas bedobásokkal próbáltak operálni. Hála Isten a védelmünk visszaverte, azért lett volna jó, egy kicsit tovább megtartjuk a labdát, több helyzetet kellett volna kialakítanunk, kevés helyzet volt. De egyel jobbak voltunk összesítésben 2-vel, úgyhogy én úgy érzem, megérdemeltük. Szenci Imre együttese az NB3-as tagság biztos tudatában vághat neki a nyári felkészülési időszaknak. A rövid pihenőt követően a szakmai stáb feladata a keret kialakítása lesz a következő szezonra. A Magyar Úszószövetség és az ELTE Szavárja Egyetemi Központ együttműködésének köszönhetően a szombathelyi kampusz is kiemelt szerepet kapott az Úszó Nemzet programban. A projektet a szakszövetség indította el, hogy minél több óvodás és kisiskolás gyerek sajátítsa el a vízbiztos úszás technikáját.
A Magyar Úszó Szövetség úszó nemzet programjának egyik célja, hogy a gyerekek elsajátítsák a vízbiztos úszást, és ezáltal egészséges életmódra ösztönözzék őket. Az úszó nemzet program magyar államnak az úszásoktatási programja. A magyar kormány választja ki a programban résztvevő településeket, és a Magyar Úszó Szövetség működteti ezt a programot. A Magyar Úszó Szövetség dolgozta ki az oktatási módszertanát, és a Magyar Úszó Szövetség biztosítja a szervezeti kereteket a működéshez, tehát az oktatóknak, illetve azoknak a középvezetőknek, akik a programot működtetik, a Magyar Úszó Szövetség a munkáltatója. Az országos szakszövetség olyan felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodást, amelyek segíthetik a projekt megvalósítását. Nyugat-Magyarország egyik bázisa lesz az ELTE Szavária Egyetemi Központ. Magyar Úszó Szövetség megkeresésére kapcsolódtunk mi is a programhoz. A Magyar Úszó Szövetség 8 Magyarország egyetemmel kötött együttműködést az úszó nemzet program elindításában. Mi nagyon üdvözöltük ezt a kezdeményezést, hiszen itt Szombathelyen mi lehetünk az összekötő kapocs az oktatáshoz. Ez nem is lehetett volna másképp, hisz a Szombathelyi Sporttudományi Intézet látja el évek óta, több mint 60 éve képzünk sportszakembereket. Az úszó nemzet program szeptembertől veszi kezdetét, a legutóbbi hétvégén két napos továbbképzésen vettek részt azok az oktatók, akik szakvégzettséggel rendelkeznek. Az ELTE révén komoly oktatói, kutatói, sportszakmai és innovációs bázis áll az úszás oktatók rendelkezésére. Az előadásokon a program létrejöttének hátteréről és szervezeti felépítéséről is szó esett. Továbbá a pedagógiai módszerek mellett valamennyi úszás nem módszertanát és a tudás átadás módszerét is elsajátították a résztvevők. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!